Na srácok, sziasztok! Itt vagyunk egy nagyon érdekes focis kihívásban, amin egy csúszószőnyegen kell mezit láb végig lépkedni, és van egy folyamatos kapusunk, és aki 5 próbálkozásból minél több gólt tud szerezni, az lesz a bajnok értelemszerűen. És láthatjátok most, hogy hogy csináltuk meg ezt. És most pedig következik, ami nem maradhat el, a szappan, hogy igazán csúszson. Rajzolt bele a nevedet! Még nem csináltam, és szerintem kibaszottul el fogok esni. Jó, Sanel, szétszakadt a szőnyeg, gyerekek! Azt mondja, operálnál vissza, szóra szétszakadt az egész bassz. Oké, gyerekek, jön az én első próbálkozásom, szerintem 100%-ig, hogy segre esek. Szóval rölgjetek rajtam! Futás! Gyerekek, ezt lehetetlen jól csinálni! Na csináld, ugord át! Gyerekek, hát láthattátok, hogy szétjött igazából a kis homemade szőnyegünk, de nem adjuk fel, tehát most egy picit módosított változatban, amit tudtunk rajta javítani, megpróbáljuk így megcsinálni a dolgot. Nézzük is meg! Jó ez így, jó ez így! Bari próbálkozása, nézzük! A végén el lehet csúszni. Ez amúgy óriási gól volt! Tehát csak nevetséges. Csaszok. Minden pittyán tompította, csak szándékosan lassan megyek neki. Elrúgom. Gyerekek, hát ennyire bírja igazából a kis homemade szőnyegünk. Szóval kénytelenek vagyunk így csinálni. Mindhármunknak egy gólja van. Nézzük meg, mi lesz itt a végeredmény. Ott egy darázs, van! Hogyha Vari kiadja, akkor mindenkinek az azonos körbe egy gólja van. Ez szappan? Vég! Utolsó ötű lövésem jön, nézzük meg lesz a második gólom. Kivédi! Én fogok nyerni! Gyerekek, hogyha van varázsló, akkor vajon van varázskecske? Utolsó lövés, ha ezt berúgom, akkor biztos, hogy megnyerem, mert nekem már két gólom van, nekik meg csak egy, meg szarok. Védd ki, kapus! Kivéded? De! Kösz! Így még lehet hármas döntetlen is. Jason adta a foltot, húzta maga után. Gyerekek, utolsó lövésem, hogyha belőlem, akkor még van esélyem, hogyha meg kiadjam, akkor vesztettem. Hát ez fúj! Ki
hirtelen halál jön, hiszen mindenkinek kettő gólja van. Ez azt jelenti, hogy aki kiadja, az kiesett. Ki belövi, az tovább megy. Pontosan. Szép! Kapus! Ez a kapus gólja. Kiestem. Gyerekek, Jason nyert, gratulálok! Szép volt! Ebbe a csúszás, párbajba, vagy nem tudom, hogy mi volt ez. Nagyon érdekes volt! A végére semmi nem maradt. Ezeket estünk, és az lett a végeredmény. Tehát, hogy úgy látjátok, szétesett. De van egy olyan ötletünk, hogy ebből csinálunk egy profi változatot, tehát jobban felkészülünk, hogy ne szakadjon el, stb. Tehát nyomjatok egy lájkot, és hogy látjuk, hogy elég emberek tetszik, akkor jönni fogunk a folytatással. Köszi srácok, hogy itt voltatok, mindenkinek a csatja lent lesz a leírásba. Én az is voltam. Szevasztok! Az egy normális focilabda, mi pedig egy legós focilabdával fogunk egymásnak büntető rugásokat elvégezni. Gyerekek, első lövés után vagyunk itt konkrétan. Nem, tessék, hát ez ilyen. Jó, de legalább kivédtem. Tehát igazából felszakítja picit a bört, nem nagy dolog, nem azt mondom. És ez csak egy emelés volt. De nem baj, végig csináljuk, toljuk.